egy dolgát, amit felvállalt, amivel eljegyezte magát a színházzal, az anyanyelvvel, a magyar nyelv szépségével, a kimondott szó mágikus erejével, megtartó erejével. Dolg elvégezze a dolgát. Nem középiskolás fokon, József Attilával szólva. Nekem édesapám mindig azt mondta, hogy Andis, te, hogyha valamit csinálsz, te kétszer olyan jó kell legyél, mint a többiek. Ha pont olyan jó vagy, mint a többiek, akkor még mindig sehol nem vagy. Tehát mindent, amit csinál az ember szenvedélyesen, nagy lánggal égve érdemes csinálni, és csak arra fókuszálni, amit csinál. Másképp nem érdemes. Szép jó estét kívánok! Azt hiszem, a mai magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjának, Bogdán Zsolt vallomásánál találó gondolatokkal nem is indíthattuk volna a mai műsort, hiszen ezekben nagyon tömören benne van az, ami egy művész hivatása, feladata, jónak lenni, nem is akár, hogy kétszer olyan jónak lenni, mint a többiek. Ez minden bizonnyal nagyon sokszor emberfeletti, minden korlátot szétfeszítő munkát igényel. Valóban színház az egész világ egy színész számára, főleg ha szenvedélyesen, nagy lánggal égve akarja a munkáját végezni? A következő órában talán választ kapunk erre, és még sok más kérdésünkre, hiszen a trendelő mai témája az élet színészként. Ha visszapörgetjük az elmúlt közel két év trendelőinek előkészületeit, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a ma esti műsor vendégeivel való egyeztetés volt talán a legnehezebb. Nem azért, mert nem lett volna kedvük hozzánk jönni, vagy mert éppen a barátaikkal lett volna más programjuk, esetleg azért, mert pihenni szerettek volna, hanem azért, mert valamilyen formában folyamatosan dolgoztak, vagy előadásuk volt, vagy próbáltak, vagy éppen kiszálláson voltak. Hogyan sikerült időt szakítaniuk arra, hogy ma este itt legyenek velünk, és egyáltalán milyen is az élet színészként, kérdezem három kiváló előadó művésztől, Egyed Apollóniától, a Kolozsvári Magyar Opera szopránjától, Bokor Barnától és Györfi Andrástól, mindketten a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színművészei. Szép jó estét kívánok, szervusztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a trendelő meghívását. Térjünk egy picit vissza Bogdán Zsolt gondolataihoz. Ugye ő megfogalmazta azt, hogy az a feladat, amit a színészek feladataként megfogalmaz, az hihetetlenül nagy felelősség, hogy lehet kétszer annyira jónak lenni, vagy egyáltalán kell kétszer, vagy többször annyira jónak lenni? Ez szerintem személye válogatja. Minden előadó művész, ő saját maga érzi, hogy ez neki mennyire fontos, vagy mennyire elhivatott, vagy csak a kenyerét keresi meg, mint szakma ezzel. Szerintem ez mindenki egyénenként tűzi ki, hogy saját maga számára kétszer jobb kell el legyen, mint más. Művész úr? Hát én nagyon-nagyon rég atlétizáltam, és magasugró voltam, és valamikor azt mondta, a színjátszás is olyan, mint a magasugrás. Minden este egy centivel kell emelni a stakétát. Abszolút egyetértek az előttem felszólalókkal, hogy igen, hogy mennyire kell jónak lenni, ez abszolút egyéni hozzáállás kérdése. Tény, hogy színpadi szereplőként felelősek vagyunk, hogy ugye mivel fertőzzük a legjobb és a legrosszabb értelemben a ránk teljesen nyitottan tekintőket, mert abban a pillanatban, hogy lement a függöny, és sötét van, mindenki kisgyerek lesz, és rögtön kíváncsi is lesz, és abban a pillanatban bármit csinálsz vele. Tehát, hogy ezzel nem szabad visszaélni. Ezért aztán jónak kell lenni, és jónak lenni jó. Most, igen, tehát hiába így is, úgy is klisékbe fogunk belefutni, mert abban a kérdéskörben vagyunk, de hogy hogyan legyünk jók, ez a nagy kérdés. És kinek mi a napi tréningje arra, hogy egyáltalán jó és jobb akar-e lenni, ez a nagy kérdés, hogy tudunk-e még jobbak lenni, hogy meg tudjuk-e ugorni még magasabbra azt a létszet. Igen, ez fontos szem előtt tartani. Nekünk ez a feladatunk. De szerintem, hogyha úgy tűzzük ki, hogy mindig egy lépéssel, vagy egy picivel jobban megoldani ugyanazt, vagy más feladatot, az már
egy nagy eredmény. Én abban a pillanatban, hogy ugyanazt visszahoztad, ami előző előadáson volt, az már visszafejlődés. Igen, szerintem is. Tehát akkor már nincs mögötte a törekvés, nincs mögötte a szándék, és ha nincs szándék, akkor nincs út, és ha nincs út, akkor nincs megvalósítás. Úgyhogy... Hát valahogy ez a színjátszás, ez egy társas játék. Tehát ez nagyon sok mindennek az összetevője. Minden előadás azért is más, mert nem ugyanaz a közönség nézi. És ugye hát a tényező, a kollégák is egyfajta tényezők. Hogy mennyire vagy jó, vagy mennyire nem vagy jó nem egy előadásban, hanem azon az előadás, azon az estén. Viszont az, hogyha megtisztelnek minket, hogy eljönnek egy előadás, akkor ez valahogy kutya kötelességet, hogy a maximumot ad. Magadból a legjobbat. Ez nem lehet másképp, és most egy picit ugye klissék, meg Tóth Árpáddal élek, a lélektől lélekig, ez a színház. Vannak új trendek, meg nem érdekes, vagy nem érdekes, de ez a katarzis. A lélektől lélekig. Hogyha egy másodpercig együtt tudod venni a levegőt a közönséggel, vagy a közönség együtt veszi veled a levegőt, és csak így csinál, hogy az már azért az estér érdemes élni. Na ezért dolgozunk. Jó a magyarban az, hogy előadás, mert hogy adás van, adok-kapok van. Hogy nem azt mondjuk, hogy show, hanem azt mondjuk, hogy adás, átadás. Jelen idejűség van. És csak a jelen idejűségben történhet a katarzis, vagy bármi, ami emel, ami megérint, ami előre visz, aminek értelme van. Csak a pillanatban. Ma is a színház, vagy a színpadon felelős előadó erről tudnia kell. És az az érzésem, hogy ma már a nézőnek is vannak, hogy mondjam, kötelessége, és van a felelőssége, hogy mire ül be, mit néz, mit enged magához közel. Tehát nem csak színészként, hanem nézőként vagyunk folyamatosan összekapcsolódva. Igen. Hogyan lehet ezt a szakmát folyamatosan magas lángon űzni? Mondjuk nekem azért könnyebb egy picit, mert én fiatal koromban intenzíven sportoltam, tehát keményen. És a színház is olyan, hogy edzésbe kell lenni. Tehát a sportnyelve lefordítva, a próbák, ezek a edzőprogramok. És hogyha edzésbe vagy, akkor ahogy a hangoddal, a testeddel tudsz bánni, azon kívül pedig mondjuk én most már, hogy 40 éve vagyok ezen a pályán, van egy hatalmas az ember, amit összegyűjt. Ez, most nem akarom azt mondani, hogy rutin, egy élettapasztalat. És ezt az élettapasztalatot, ezt valamilyen formában mindig visszaadjuk. Ugye abba a figurába, amit éppen megszemélyesítünk a színpadon. És ezt újra és újra behelyettesíteni, ezt az élettapasztalatot a különböző figurákba, és ezt úgy csinálni meg, hogy ez őszinte legyen. Ne, a közönség rögtön észreveszi, mikor egy színész, tehát nem a szívéből játszik. Tehát ha nem lehet csak úgy oda kenni egy előadást, hogy na, jó van, most ezen túl legyünk. Az, hogy mondjam, nem hogy oda kenni, hanem az egy annyira, már egy színész, aki valamit is ad magára, ezt nem engedheti meg magának. De milyen érdekes az, hogy... Ez nem munka, ez szenvedély, ez egy szerelem. Szerelmet se lehet csak úgy, hogy na jó, akkor most 5 percig szeressük egymást, jó, és aztán utána elmegyünk nyugdíjba. Ha szerelmes vagy, nem betegszel meg például. Nagyon jó, nem hanem azt mondtam antibiotikum, de hogy az immunrendszeredet mindenképpen erősíti, az biztos. És hogyha színpadra mész, egy ilyen alapvető influenzával rögtön elmúlik. Ez így van. Számtalan esetben bármilyen problémád van, fáj a lábad, ne, abban a pillanatban, hogy felmenti, elmúlt, nem érzed, tünetmentes. Az adrenalin. Adrenalin az igen, fellöki.
És jó ez a párhuzam a sporttal kapcsolatos. Én például kézilabdáztam, és ugye ott is az volt, hogy öltöztünk, számtalanszor átöltöztünk, bementünk, volt edzés, az volt a próba, előadásként a meccsek, a mérkőzések és a csapatmunka. Az viszont iszonyatosan fontos az, hogy egymással dolgozunk, hogy egymásnak adjuk a labdát, hogy közös a cél, tudjuk, hogy mit játszunk, tudjuk, hogy mi a lényeg, tudjuk, hogy hol van, most kinél van a labda, szóval, hogy ezek a dolgok, ezek a fókuszpontok megvannak, és a színház csinálásra is lehet alkalmazni. És azt gondolom, hogy akiknek van ilyenfajta előképzésük, azoknak könnyebb elkezdeni, hogy mondjam, színházi vagy egyéb ilyen munkákat, mert intenzívebb a figyelem, a koncentráció ilyen szempontból. Meg a másik, ami elég fontos, hogy a partnerek tudják, hogy egymásra játszanak, és nem kifele játszanak, hanem a nézők szeme láttára, de a probléma itt van. Nagyon sokszor megfeledkezhetünk arról is, elkezdünk kifele játszani, úgyhogy miközben a partnert elfelejtjük. Tehát ez a műfaj. Szerintem ez az én szakmámban a legjellemzőbb, mert hát igen, régen azért ennyire nem figyeltek oda az operaénekesek, hogy tehát erre most kezdenek nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy ugyanúgy a színjáték, mint az egymás közötti kapcsolatok, hogy ezt a felét is ápoljuk a szakmának. Ugye az énekesek kiálltak, és önző módon elénekelték ki, ahogy tudta, sokszor versengve egymással. De nem feltétlenül önzőség, vagy... mert hogyha megfordulsz, akkor a hang már nem üt át, nem? Tehát muszáj szembe, nem? Nem tudom, én ebben nem hiszek. Vagy hát nem is kell mindig. Hát a feleség most már éneken? De nem kell mindig átüssön. Tehát, hogyha ha nem ez a cél, akkor el tudsz ettől vonatkoztatni, akkor sokkal több mindent be tudsz engedni. Mi történik akkor, amikor azt érzitek, hogy ez a szerelem? Művész úr úgy fogalmazott, hogy ez egy szerelem. Hogy ez a szerelem kezd kifutni, kezd elfáradni. Létezett ilyen pillanat? Mi az, amiből ilyenkor merítkezik a művész? Hát én elmondhatom azt, hogy ugye a Marosvásárhelyi Színház történetben a Csikós óta legtöbbet játszott előadás. Két évadban 270, nem tudom pontosan hány, 3-5, de 270 körül volt. Két évadban. Csak az, hogy értsétek, hogy manapság egy előadást, nem tudom, ha 50-szer játszunk, például nemrég volt a Bánya Vakságnak, azt hiszem az 50. jubileumi előadása, és az ünnepnek lesz, számít. Tehát ez most lesz a napokban. Igen, csak hát mire adásba kerülünk, addigra pont ott lesz, hogy... Jó, szóval, hogy 50-es számlát tartunk, amit már megünneplünk is, 270-et játszottak annak idején. Két évadban, és csak a Csikósból. Azt képzeljétek el, hogy volt ilyen, hogy délelőtt, délután, este előadás. Rengeteg kiszállás, és faluról falura, és egyszerűen nem éreztem, hát az Andris Bojtát játszottam, de egy olyan impulzust ad a közönség, hogy nem érzed azt, hogy belefáradsz, hogy elfáradtál, hogy unod, és éppen az az csodálatos benne, hogy minden előadás, amint említettem, hogy más és más. Tehát mondjuk ez egy sikertörténet, de nem voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezte, hogy valamiből most erőt kell meríteni, mert... Van, az öltözőben van, de amikor kimész a színpadra, hogy Barni említette, hogy nem fáj a fogad, nem fáj a lábad, egyszerűen elmúlik a gyomorgörcsöd. Abba a pillanatban, ahogy kimentél a színpadra, ahogy mondják, felment a függöny, és a reflektor szembevilágít, és érzed, hogy azon a falon, a reflektor fényén kívül ott ül a közönség, az akkor elfelejtesz mindent, akkor csak jön magától, egy picit olyan is, mint a, most ez nagyon durva hasonló, mint a Pavlov kutyája, ugye, hogyha amikor a villanykörte felgyúl, akkor tehát a reflexek visszajönnek. Tehát kezded élni azt a figurát, azt a, amit
a próba folyamatán azt begyakoroltad, megtanult rengeteg munkával. Igen, de ettől függetlenül még elfáradhat egy színész, még kiéghet egy színész, még lehetnek neki olyan probléma, hogy ha sokat játszik, az a baj, ha keveset játszik, az a baj. Szóval le lehet fárasztani egy színészt. De abban a pillanatban, így van, abban a pillanatban, hogy felment a színpadra, ez ott nem működik, viszont civilként ezek a fáradás is szerintem csak akkor következhet be, hogyha valamilyen szempontból az előadó művész nincs megelégedve valamivel. Tehát, hogy vagy a visszajelzésekkel, vagy a saját bőrében lévő állapotával, vagy valami frusztráció kapcsán jöhet ez, nem? Hogy úgy érzed, hogy most elfáradtam, meguntam, vagy nem tudom. Barni, de miből merítkezel, amikor úgy érzed, hogy egy picit elfáradtál? Hát most már abszolút semmilyen fajta külső technikát nem alkalmazok. Megpróbálok a természetes állapotomba visszakerülni. És onnan, hogyha abszolút sikerült megüresedni, akkor onnan a pillanatból mindig feljön a megfelelő spontán válaszkészség, ami a legjobb. Nem tudom, hogy elég pontosan tudtam ezt megfogalmazni. Gondolom, hogy a sikerélményeidből is. Igen, de ez a siker-sikertelenség, ez egy ilyen kettős dolog. És nyilván, ezt nem azt mondom, hogy nem értékes a siker, és nem figyelek oda a kudarcra, vagy valami, de hogy ezt egy idő után, nem is tudom, el kell felejteni. Legalábbis én, ez az én személyes hozzáállásom a dolgokhoz, hogy ezt a jó hírnév, rossz hírnév, siker, sikertelenség állapotot. Hát valószínű, hogy el kell, persze, félre kell tenni egy hát, hogyha folyamatosan sikeres vagy egy idő után gőg, és az elemel egy másik világba, és már nem vagy itt. Nem a folyamatos kudarc, az depresszió, és megint leizolál, és megint nem vagy itt. Én, hogy mondjam, csak arra akarok reflektálni, hogy legyek itt. Hogy mindig legyek itt. Hogyha mindig itt vagyok, akkor színpadon is ott vagyok. Hát sok mindenről beszéltünk. Én azért most megjegyezném, hogy ugye ez is egy mesterség. Mint bármilyen. A színén tanítják, színész mesterség. Van ilyen óra, színész mesterség. Na, ez a színész mesterség, hogyha te tudod azt a színész mesterséget, mint egy jó mesterember, akkor nem fáradsz bele. Tehát az élvezet az a munka. És hát persze ehhez, ennek a mesterségnek egy olyan tudásfokán kell állni, ami örömet ad abban, hogy azt a, hát ugye mi ahogy mondják színházi nyelven, figurákat, életeket, egy-egy szerepet formálunk meg. És soha nem lett, és ez egy ilyen emberformáló, tehát a színház az emberekről szól, embereknek. És ezeknek az emberek, ez az ember megteremtése, megszülése, hogy mondjam azt, az egy nagyon-nagyon érdekes munka, és én számomra sokszor a próba folyamat az sokkal érdekesebb, az is a magyar nyelv az, hogy próbálunk. Mert annyi mindent ki lehet próbálni. Annyi mindent, ha ez nem sikerül, akkor egy másik utat kezdesz eljárni, és amíg a végül, amikor premier este felmegy a függöny, akkor már ott van egy majdnem kész előadás. Mert ahhoz, hogy kész legyen, aztán majd azt a közönség segíti. Amúgy nekem is ez a tapasztalatom, hogy általában bemutatóra van kész valami, soha nem főpróbára, vagy kész. Istenem, eladható, vagy jobb szinten. Volt már olyan is, hogy bemutató után a rendező rám szólt, hogy ezt miért nem mutattad meg, hogy ezt tudod, mert hogy ha én ennek tudatában vagyok, akkor esetleg még kaptál volna más utasítást, vagy hogy még lehetett volna ezt boncolgatni tovább.
És egyszerűen én úgy érzem, hogy előadáson kapok egy plusz erőt, ilyen vertikális dolgot, ami így átmegy rajtam, és akkor van, akkor lesz meg. Tehát akkor lesz teljes. Persze ez nálunk teljesen más, mert én ugyanígy gondolom ezt a szerepfelépítést, viszont én ezt az egészet, ahogy saját magamra próbáltam formálni, ez nekem itt van. Tehát, hogy hangilag hogy oldom meg hangszínekben, kifejezésben, szövegben, és akkor erre még rájön egy érdekesség, hogy én ugyan nem részesültem csak nagyon minimális szinten szín- és mesterségképzésben, és akkor megtalálni, hogy ezt színészileg is hogy tudod megformálni ezt a figurát. Hát igen, az de ez mostanában már nagyon-nagyon, mondjam így, hogy színház szaga is kezd. Hát nagyon jó, én nagyon örülök neki. Az operának. Igen, igen. Azt szokták mondani az önök a ti szakmátokra, hogy ez az, ami hát azért más, mint a miénk, a hétköznapi embereké, mert hát amikor mi pihenünk, akkor ti dolgoztok, amikor nekünk karácsony esténk van, vagy szilveszter esténk, akkor ti talán a színpadon dolgoztok, hétvégén, talán hétköznap is. Hozzá lehet ahhoz szokni, hogy egy bizonyos idő után nincs szilveszter este, talán nincs karácsony, nincsenek szabad hétvégék. Persze, kicsit morgolódik az ember, de aztán ez így van. Szerintem az átállás nehéz, amikor még főiskolán szembesülsz ezzel, hogy akkor te többé nem leszel már normális ember, hanem egy különleges állatfajhoz fogsz tartozni, ami a rezervátum része, azaz a színészek gyülekezete, akik többé már nem fognak soha normális emberként élni. Ha nem vagy színész, vagy nem gyakorlod a mesterséget, akkor sem tudsz már nem színész lenni, mert folyamatosan ösztönösen megfigyeled a világot, abszolút nyitott szemmel jársz, és mindenre nyitott próbálsz lenni, és kíváncsi vagy. Átfut a szürkén, tudod, hogy ebből mit lehetne megcsinálni. Szóval... Igen, én is egy jó ideig azt gondoltam, hogy ez biztosan csak ilyen átmeneti időszak, hogy ez másként lesz, ez nem így lesz, akkor rájöttem, hogy ebbe vagy beleszoksz, vagy... De nekem annyira sikerült átállni, hogy nekem nem feltétlenül, tehát én egy hétköznapot is meg tudok ünnepként élni, tehát nem feltétlenül kell nekem ahhoz karácsonynak lenni, hogy én azt az érzést... Átrendeződik a naptár. Abszolút, ez is lehetséges. A szeretteink, a barátaink, a családaink, akik van más. Hétvége. Tehát ők viszont valamihez tudnak igazodni. Azok a színészek, akik nagyon sokat játszanak, és többnyire nálunk az a divat, hogy szilveszterkor is játszunk. Ez azt jelenti, hogy karácsonyi próba folyamat van, a nagyon rövid a karácsonyi időszak. Szilveszter éjszakán a színpadról, az mi nem gond, az egyáltalán nem probléma én szerintem, hogy szilveszter. Ja, hát, utána vége az előadásnak, bekapcsolsz a mulatságba, és ugyanott vagy. Csak vagy hát, már kimulattad magad a színpadon, és akkor... Számtalan szakma van olyan, aki szombat-vasárnap dolgozik, úgyhogy ilyen szempontból... Na de mennyit ment a morgolódás? Hát, mert hogy ön említette, hogy egy picit az ember morgolódik, aztán hozzá... Igen, hát morgolódik már azért is, hogy otthon nem mondják azt, hogy... Milyen könnyű! De jó! Na jól van, hát a következő kérdés azért pontosan erről szólt volna, hogy a családtagok hogy értik ezt meg, vagy ezt egyáltalán el kell nekik magyarázni, vagy szerencsétlenek belecsöppennek, aztán valahogy alakulnak ők is. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy 30 valamennyi évi házasság után azt hiszem a feleségemnek az lenne a furcsa, hogyha nem így lenne. Véletlenül egy este otthon lenne. Vagy nem, azért mostanában nem. Mondtam, nem vagyok annyira elfoglalva. Volt viszont egy olyan időszak, amikor... Egy ilyen csekély 20 év. Hát... majdnem 30 év volt olyan, amikor ott tényleg kemény húzás volt. Amikor otthon önre csodálkoztak, hogy te itthon vagy? Hát péntek este van? Hát igen, ilyesmi is, meg... Furcsa, mert hát ugye, nem tudom, most csak a színész
ről tudok beszélni ebben az esetben, és nehéz általánosítani, viszont például Popper Péternek megjelent a Színes Pokol című könyve, aki meg akarja ismerni, hát nyilván az sem ugye egy szentírás ebben a tekintetben, de nagyon sok jó rámutatás van abban a könyvben, hogy hogyan működik a színész, hogyan lehetnek, vagy nem lehetnek, vagy mennyire komplikált neki társas kapcsolatban élni, milyen mechanizmusok hatják át, szóval az egy érdekes olvasmány, tehát a Színes Pokol. Igen. Benne is van az, hogy... Popper Péter írja le, hogy az egyik színész ismerősivel találkozott ez a nyaralás, és mondta, hogy na végre elmegyek nyaralni. Most már elegem van a színházból, 3 nap múlva találkoztak, az hát kinek nyaraljak? Na de beszéljünk rólad is, miben láttál utoljára. Bizonyám. Apollónia, mi beszélgettünk arról, mielőtt az urak megérkeztek volna, hogy lehet, hogy nőként nehezebb ezt a szakmát űzni valamilyen formában. És te nagyon-nagyon aranyosan meg is fogalmaztad azt, hogy szerinted egy kicsit igazságtalanul lett leosztva a dolog, és majd mondtam, hogy akkor ezt megkérdezzük az uraktól műsoridőben, hogy miért érzed te igazságtalannak. Okay. És hogy ők úgy érkeztek. Én elsősorban operaénekesi szempontból mondtam, mertem ezt kijelenteni, mert hogy ugye nekünk ez így van beosztva sajnos, hogy 22 évesen elvégzed a főiskolát, még nem tartasz sehol, ajaj, csak ilyen sötétségben tapogatózol, és akkor úgy 30-ig azért el kéne helyezkedni, úgy illik egy repertoárt kialakítani, hogyha szerencsés vagy, és 30-tól 40-ig be kell futni. Ha nem, onnan már sajnos csak visszafele, mert hogy a hangról azt kell tudni, hogy nagyon hormonálisan befolyásolt izom, és ez nekünk így lett kiosztva. Míg egy férfi, igen, 70 évesen is még nagyon jól énekelhet. Az a mondat, hogy 30-tól 40-ig be kell futni. Tehát ott van egy... Ezt ki lehet írni, 30-tól 40-ig. Jó, el lehet választani, vagy el kell választani a szakmát és a magánéletet? Egy bizonyos idő után már a kettő egyik. Igen. Mi az, hogy magánélet? A kettő egy az már egy bizonyos idő. Hát persze itt a színészetre megint egy picit visszatérve, így nekünk is megvan ugyanez a buktató, mert én annak idején egész fiatalon azt mondtam, hogy nekem azért, és most öregen is azt mondom, nem, nincs szerepálmom, mert hiába képzelem el, hogy hú, Hamlet, aztán azt így, meg az így, és ezt a monológot így mondom, jön egy rendező, aki a színésznek ugyan a tükre kell legyen, és azt mondja, hogy ó, hát nem erről van szó. Ezt a monológot kivesszük. Vagy szóval eszközök vagyunk valahol egy rendezőnek. Nem így képzelte el, hiába, hogy te elképzeled, hogy fú, hát én most... Ma rendezőorientáció. Főleg, ezt akartam mondani, hogy amennyire rendezővilág van manapság, abszolút ki vagyunk ennek téve. Érdekes, hogy nem a műre kíváncsi az ember, hanem a rendező víziójára a művel kapcsolatosan. Hogy ő azt milyen színre festi, hát ő abban mit lát. Tehát nézünk Sirályt 5 féle változatban. Nem a Sirályra megyek be, hanem arra, hogy kirendezte. Ugye? Hát de volt olyan időszak, amikor még a színész neve is fontos volt, és akkor... Igen, annak idején Kőszegi Margit nénivel, hát persze ez a név manapság a fiataloknak nem mond semmit, játszottam, és azt mondta, ne törődjél, hát bejönnek a nevünkre. Igen. Igen, akkor még így volt. És Kőszegi Margit nénivel, amit szóval 56 évet volt a színpadon. 56 évet. Aktív színésznő. És a Borban
együtt játszottunk, Margit néni úgy jött be, hogy minden egyes bejövete, egy falusi asszonyt játszott, minden egyes bejövetele nyílt színi taps volt. Meg se szólalt, csak bejött, nyílt színi taps. Meghajolt, és ahogy a meghajlásból feljött, már egy öregasszony volt, falusi öregasszony. Na, jó, ez jó. Ezt bejön a díva, meghajol, és csinálja a szerepet. De ez volt Margit néni. Hát ez jelenti azt, hogy bejönnek a nevünk. Ez, és azért mondtam, hogy ez. Ma már ez a kijelentés, én nem tudtam, hogy ez innen jön. Ha már ezzel szoktunk hülyeskedni a kulisszák mögött, hogy hát ott bejöttek a nevedre. ez innen jön, Kőszegi Margit nének volt a mondása. Ne izguljatok, bejönnek. De azért higgyünk benne, hogy ja, még bejöhetnek a nevünkre. Jönnek azért a nevünkre is. De, vagy éppen nem. Persze. Munka és magánélet. Én nagyon szenvedélyesen visszatérek ehhez. Hát én is úgy gondoltam, hogy sőt, nagyon szeretném elválasztani néha egyiket a másiktól. Ezelőtt pár évvel még vitába is szálltam valakivel, hogy olyan nincs, hogy te úgy kelsz fel, hogy karmester vagy. De van. Beigazolódott, hogy igen. Tehát, hogy egy idő után hordozod magaddal, vagy annyira leszűkül az érdeklődési köröd, akarva, akaratlanul, mert nagyon időigényes ez a szakma, hogy szinte bármi, ami új, azt arra használod fel, hogy hogyan tudnád ezt beépíteni a munkádba. És akkor ez lett. Észreveszik a családtagok, vagy azok, akik nagyon közel állnak hozzátok, ha egy szerep nem sikerül igazán jól? Most megint egy durva hasonlatot mondok, de egy színésszel is az úgy van, mint egy terhes nő. Hát nem lehet, hogy a terhemet most leteszem, mert beléptem az ajtón. Amíg próbálsz, és amíg nincs meg az előadás, nincs meg az a figura, amit te meg kell teremtsél, azt te magaddal hordod éjszaka, a fürdőszobába, borotválkozás közben, fogmosás közben, az minden. Belenéz a tükörbe, és visszanéz rád, az a figura, amit te elképzelsz ugyan, és amit meg akarsz csinálni. Én vagy vele álmodsz. Én viszont kísérletezem most ezzel a szakmának azzal az aspektusával, ami ha már tükröt mondtál, a tükör természete. Hogy tükör vagy, visszatükrözöl mindent, bármi megjelenhet benned, ez is vagy az is, de a tükör természetén ez nem változtat. Tehát a tükör az nem fárad el, ez vagy jelenik meg holnap az, de a valódi lényed nem sérül. Ott van, most ezzel foglalkozom, most ezt tükrözöm. A tükröt beteszem 100 évig egy dobozba, azzal nem vesztődik el a potencialitása, továbbra is tükör marad. Abban a pillanatban, hogy valami megjelenik benne, reflektál rá. Tehát, hogy sérthetetlen vagy közben, lerombolhatatlan vagy, ezt nem szabad. Én legalábbis én most ezeket a dolgokat mondom magamnak, és törekszem a megvalósítására. Tudnak családtagok mondjuk emberi válaszokkal segíteni, megformálni valamilyen szinten? Vagy meg lehet osztani a családtagokkal, ha valami nem sikerül? Nem sikerül valamilyen szerepet megformálni? Felmerülnek kérdések? Hát én kénytelen vagyok, ugyanis kollégák vagyunk, szakmabéli, úgyhogy végigkíséri a munkám, a párom. Úgyhogy... Én nekem nagyon számít a véleményem, mert tapasztaltabb is, idősebb is, és férfi. Az én feleségem, nekem szerencsém volt ilyen szempontból, talán a legjobb kritikusom. De annyira kegyetlen és durván megmondja, hogyha valami nem tetszik, és legtöbb esetben ez... Még ha fel is háborodok, de utána, úgy, mikor lecsenget minden, elkezdek gondolni, hogy igaza van. Tehát tudnak segíteni. De jó. Van olyan szerintem, hogy a legközelebbiektől fogadod a legrosszabban a negatív kritikát. Ja, persze. Tehát, hogy tőlük úgy elvárnád, hogy na azért, vagy nem is, nem tudom, hogy elvárnád-e, de hogy... Nem tudom, van egy ilyen spontán reakció néha, hogy,
hogy elkezd az ember mentegetőzni, vagy igen, hogy ki akarja magyarázni. Igen, ez így van, és hát, azt, de azt is mondtam az előbb, hogy egyszer a felháborodás, hogy hogy, és aztán utána ebben itt is igaza van. Hogy ki a jó tanító, az nem valaki, vagy valami, hanem az egy univerzális dolog, mert sokszor olyan helyről jön, ahonnan én nem is számítom. Minden mindennel kölcsönös összefüggésben van, és hogyha figyelmes vagyok az apró jelekre, akkor lehet, hogy a buszon utazva valakinek lekoppan a feje, és onnan megvan. Lényeg az, hogy legyél nyitott mindenfajta ilyen hatásra, és akkor a dolgok működésben lendülnek. Mivel kapcsolódtok ki? Énekléssel. Őszintén. És mit énekelsz, amikor kikapcsolódni akarsz? Operát. Igen? Uh-huh. Tehát akkor te... Tehát nekem ez én nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy ez lett a tehát, hogy a hivatásom, a foglalkozásom egyben. Én szeretek bejárni, gyakorolni. Szabad mindig időben? Szeretek újat tanulni, kipróbálni, uh-huh. hogy na akkor most vajon mi legyen a következő, vagy melyik legyen az a szerep, amit el szeretnék következőleg énekelni, és valahogy bevonzom. Apolloni, amikor valaki ezt mondja, hogy kikapcsolás üzemmód. Jó, hát persze, néha hiányzik természetesen az, hogy most elmenni táncolni valahova, mint régen, vagy, de nem mindig tudom megengedni magamnak, mert hogy ezek az elvesztegetett éjszakák nekünk nem feltétlenül tesznek jót. Viszont előadások után a gőzt, a feszültséget, azt muszáj. Tehát azt ki kell beszélgetni egy pohár bor mellett, vagy ez számomra szerintem elhagyhatatlan. Nem tudom, hogy önök ti hogy vagytok vele. Mi nem iszunk a... Jó, nem az alkoholom van itt most a fő hangsúly, hanem hogy egyszerűen le kell vezetni valahogy. Igen, azt az állapotot, amit... Nem lehet kikerülni a büfét, de néha, hogy mondjam, azért... Én ritkán járok be, megmondom őszintén mostanában, és egyre ritkábban, mert füst van, és elkezdett zavarni. Találkozó barátokkal beszélgetsz, megisztok uh-huh. ezt vagy azt, elmész szórakozó helyre valami. Ilyesminek az igényét most, megmondom őszintén, nem nagyon érzem. Uh-huh. Tehát tökéletesen kikapcsolt állapotban tudok lenni akkor is, hogyha ez nem történik meg. De közben szeretem azt is gyakorolni, de nem feltétlenül ez a kikapcsolódás. Ja, én nagyon rég tervezem, hogy majd lesz egy hobbim is, és így megfogadom magamnak, hogy találok valamit, igen, az lesz, és addig bejársz, igen. Szabad időben is próbálra is énekelni. Milyen hobbit szeretnél választani? Nem tudom. Időközönként változik. Igen. Abszolút. Szóval én fiatal koromban, akkor tényleg az volt, hogy előadás után, ugye hát akkor az öregekkel, hogy elmentünk Csorbával, vagy Tarlaci bácsival, beültünk, és fél éjszakát átbeszélgettünk. És az mind úgy ragadt az emberre, és pallérozták a színészi, hogy mondjam, mesterségemet, meg mindent. Az, hogy végül is beszéltünk előadásról, beszéltünk színházról, sok mindenről. Tehát akkor az egyfajta kikapcsolódás volt. Mostanában, vagy például volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor szaladtam Somostetőn fent. Aztán egy darabig elmaradt, most meg újra kezdtem egy pár napja megint, és megint úgy visszajön. Jó, persze már nem azzal az intenzitással tudom csinálni, de az a lényeg. De
Úgyhogy... Van nekem egy utolsó mondatom, és az eddigi sorozatot, minden, a sorozatnak, a, illetve a sorozatunknak minden beszélgetését így zártuk, és nagyon-nagyon szeretném, ha ezt a beszélgetést is így zárnánk. Szeretném, ha kiegészítenék egyetlen egy szóval a zárómondatomat. Előadóművésznek, színművésznek lenni a Polónia. Egyetlen egy szó. Nekem boldogságot jelent. Művészet? Szenvedély. Feltétlenül kell egy szó ide? Igen. Még egyszer, előadónak, előadó művésznek lenni, boldogság. Szenvedély. Szenvedély. Varázs. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönjük. Köszönöm szépen. A mai trendelőt Kolozsvárról indítottuk, Marosvásárhelyen hosszasabban elidőztünk. Zárásként Székelyudvarhelyre utazunk, hiszen műsorunk harmadik záró felvonásának főszereplője a Tomcsa Sándor Színház művésze Nagy Csongor Zsolt, aki hasonlóképpen arról fog nekünk mesélni, hogy milyen az élet színészként. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében. Az ahogy tetszik híres monológia mindannyiunkra minden nap érvényes. A színészre is, és nem csak a színpadon, hanem azt követően is, hogy lehull a függöny, jelmezét az öltözőben hagyja, és kilép a mindennapokba. Játék és valóság folyamatosan váltják egymást a színész életében, ám együtt teremtenek meg egy különleges világot. Teljesen felfordított világ, aminek meg kell felelni, és ami egy kicsit... nehezen egyeztető a magánélete, főleg akkor, hogyha az embernek családja van. Minden időzítés és időbeosztás kérdése, amit muszáj jól kezelni és jól gazdálkodni vele, ahhoz, hogy az ember rendesen, tisztességesen tudja csinálni azt, amit csinál és amit szeret. Elkülöníteni a való életet a díszletek között kibontakozó világtól, a jelmezekben megelevenedő karakterektől nem lehet és nem is szabad, Véli Nagy Csongor Zsolt. Nyitni, befogadni mindent, ami az életről szól, megfontolni az elődök intelmeit, és az elkerülhetetlen kudarcok után is tovább lépni. A színész ahhoz, hogy jó mesterember legyen, úgy emberként is, hát elsősorban emberként, és aztán mesteremberként elkerülhetetlen az, hogy magasfokú érzékenysége legyen, illetve nyissa ki magát, fogadjon be sok mindent, impulzust, információkat, képeket, hangulatokat, mindent, illatot, ahhoz, hogy meg tudjon úgy formálni a lehető legjobb módon egy karaktert, hogy az tényleg üssön, hasson, jó legyen. Ez egy nagyon veszélyes dolog amúgy, mert ha az ember így kinyitja magát, elég nagy támadó felületet ad magánemberként is, és színészként is, tehát ez elkerülhetetlen ebben a csalódás, a rossz dolgok, a bukás, amiket viszont szintén meg kell élni, ahhoz, és abból fel kell állni. Nagyon jó mentális felkészülés kell és erő. És persze, hát fiatalként az ember aztán mindent akar, megenni a deszkát, vasat, és ide nekem az oroszlánt is, ami nagyon jó, és ezt a lendületet nem is kell lefogni, nem is szabad. Csak jól kell kezelni, vagy amiért én szerencsésnek mondhatom magam ilyen szempontból, nagyon jó. Ja, nem ezt a szót, hogy mentor, hanem nagyon jó idős bölények, vagy olyan színészek tanácsa, társasága, dorgálása, bármi, ami evel jár, kell, és odafigyelése, hogyha lát az emberben matériát, hogy ezt megformálja, és jól alakítsa. Tehát kell a tanító. Az ember egy picit csorbul, csalódik, edződik, formálódik, csak annyi, hogy talpon kell maradni. Akkor is, ha a mindennapokban megélt nehéz pillanatokat kell maga mögött hagynia a színpadra lépő színésznek. Ki lehet kapcsolni, el lehet felejteni, ezt is meg kell tanulni, nagyon nehéz, tényleg kegyetlen, viszont lehet feloldozást is találni benne. Esetleg választ kap azokra a kérdésekre, amikre magánemberként nem tud válaszolni. Vagy nincs ereje, vagy, és ebben megerősíti egy figura, vagy az általa megformált figura, aki lehet, hogy ezen a téren erősebb.
és akkor megint gazdagabb az ember. Az átalakulás, az azonosulás a szereppel, az tényleg egy csodálatos mámor. Természetesen a mindennapok számos olyan apró örömöt rejtenek magukban, ami feltölti, folyamatosan energiát adagol az apának, a férjnek, a barátnak. Az is pihenés, hogyha a hiperaktív kislányommal foglalkozom, illetve ugyanúgy a feleségemmel is, vagy elmegyünk kirándulni, az is pihenés. Tehát az, ahogy a lányom hozzám jön, hozza a macit vagy a nyuszit, és annak táncolnia kell, és lefekszem a földre, és gyámbászom, vagy bármi, játszunk, bujócskázunk. Nekem még egy nagyon-nagyon nagy lazítás, ami az a főzés. Tehát az is egy kreatív dolog, engem teljesen kikapcsol és pihentet, még akkor is, ha fáradt vagyok. És még van egy nekem, az a zenélés, mert hát én teljesen amatőr módon zenélek, de szatmári színésztársaimmal a mai napig. Az egy teljesen mindegy, hogy milyen napszakban próbálunk, vagy hogy próbálunk, az feltöltődés és öröm együtt játszani. Végső soron pedig a színház, a játék végtelen öröme, a nézők felcsendülő tapsa, a kollégák szótlan összepillantása a lehulló függöny mögött az, ami megunhatatlanná és mindörökre varázslatossá teszi ezt a felfordított világot, a színház világát. Úgy néz ki, hogy ma történt valami jó. És akkor ez egy trambulin a következő napra. És úgy gondolom, hogy ezeket ki kell használni, és jól oda kell figyelni, és értékelni kell, és megköszönni a fennvalónak is, hogy adott ehhez erőt. Az elmúlt 4 csütörtökön egy olyan sorozatot álmodtunk a Trendelőbe, amelyben picit közelebb hoztuk azoknak az életét, akikről hajlamosabbak vagyunk azt gondolni, hogy a mindennapjaik, a kikapcsolódásuk más, mint a miénk. És be is bizonyosodott, hogy néhány esetben egészen másképpen kell berendezkednie egy orvosnak, egy pedagógusnak, egy lelkésznek vagy egy művésznek a hétköznapokban, ugye, mint nekünk, ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. Másrészt pedig szembesülhetünk azzal is, hogy egyetlen egy szakma sem túl bonyolult vagy túl nehéz, csak szeretni és egész emberként kell végezni azt. Én ma estére is köszönöm a figyelmét, zárásként Szabó R. Ádámot ajánlom figyelmébe, és a Gedeon Richter Románia által támogatott Rendelőt. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban várom Önöket. Viszontlátásra! Üdvözlöm Önöket a Rendelőben! Gyerekkorában mindenkinek elmondják, jódot fogyasztani már pedig kell, nem véletlenül van benne a konyhasóban is. Pajzsmirigy problémák kialakulásához például szinte csak is és kizárólag a jód hiány vezet. Erről a könnyen gyógyítható, könnyen felismerhető, mégis nagyon sok embert érintő betegségről beszélgettünk dr. Kolcsár Melinda endokrinológussal. A pajzsmirigy megbetegedés egy elég gyakori endokrin betegségfajta, ami a lakosságnak mintegy 15-20%-át általában érinti. Felnőtt lakosságról beszélek. A vele született pajzsmirigy betegség ennél viszont sokkal ritkább, viszont a megjelenése az nagyon súlyos következményekkel járhat. Hát a pajzsmirigynek többféle betegsége ismert, van, ami a pajzsmirigy megnagyobbodásával jár. Sajnos ezeknek egy része akár daganatos is lehet. Másrészt a pajzsmirigy működési zavarai, ha túlműködés van, akkor többnyire szívpanaszokhoz vezet, szapor a szívműködéshez, akár ritmuszavarhoz, mellkasi fájdalomhoz, infarktushoz hozzájárulhat. Ezzel szemben az ellenkező, a pajzsmirigy elégtelenség, az magas vérzsír szint kialakulásához vezethet, vagy magas vérnyomáshoz, és általában ez okozza a problémákat. Megtörténik, hogy a pajzsmirigy problémákra való hajlam öröklődik, ez azonban viszonylag ritka eset. Ugyanakkor nem csak családon belül jelenhet meg halmozottan. Örökölhetőek a pajzsmirigy egyes betegségformái, különösen akkor, hogyha a pajzsmirigy betegség a terhesség ideje alatt jelentkezik, ugyanis bizonyos autoimmun betegségek esetén a pajzsmirigy ellenes antitest átmehet a mélepényen, a placentán keresztül, és ilyenkor örökletesen az utódban megjelenik. Nem jellemző azonban, hogy genetikai
halmozottságot, vagy családon belüli halmozottságot mutatna a pajzsmirigy betegség, viszont egy adott településen a környezetnek a jódellátottságától függően halmozottan jelentkezhet pajzsmirigy betegség egy-egy populációban. Ennek az az oka, hogy a jód hiány egy-egy vidéken fokozottabban jelentkezik, például a magas hegyvidéken, dombvidéken, ott, ahol a víznek a jód tartalma az kevésbé kifejezett, vagy a táplálkozás nem megfelelő. A pajzsmirigy problémamentes működéséhez feltétlenül szükséges jódhoz legkönnyebben a jódozott konyhasó használatával juthatunk, azonban annak sem kell aggódnia, aki nem használ túl sok sót. Az a helyzet, hogy a jódozott konyhasót használják a péktermékek készítéséhez, és amióta a konyhasót univerzálisan jódozzák Romániában, a péktermékek fogyasztásával mindenki megfelelő mennyiségű jódhoz tud jutni, még akkor is, hogyha nem sóz ő különösebb módon. Nyilvánvaló, hogy szükség lehet jód pótlására olyan életkorokban, amikor a jód igény fokozottabb. Ez jelenti a csecsemőkort, a serdülőkort, illetve a terhességet. Ilyenkor plusz jódbevitelre van szükség, amit a családorvosok nagyon jól alkalmaznak, és így megelőzhető a legtöbb pajzsmirigy betegség. A pajzsmirigy a nyak előső részén az Ádám-csutka alatt helyezkedik el. Normális esetben szabad szemmel nem látható, mondta el dr. Kolcsár Melinda. Pajzsmirigy betegséget észre lehet venni, vagy olyan panaszokból, hogy nyaki kellemetlenségi érzete van a betegnek, vagy pedig valamilyen szemmel látható elváltozást vesz észre a beteg a nyakán. Egyéb jellegzetes tünetei az anyagcsere módosulásával kapcsolatosak, és a pajzsmirigy működését tükrözik. Ha a pajzsmirigy túlműködik, akkor a betegek fokozott étvágy mellett jelentősen fogynak. Az ellenkezője, viszont amikor pajzsmirigy elégtelenségről van szó, kevésbé igaz, bár nagyon sok beteg szeretné azt hinni, hogy ha pajzsmirigy elégtelensége van, akkor ez a hízásának az oka. A valóságban ez nem éppen így van, bár a pajzsmirigy elégtelenség az anyagcsere lelassulásával jár. Szerencsére a pajzsmirigy betegségek nagyon jól kezelhetők, akármilyen formáról is van szó. Ha pajzsmirigy elégtelensége van valakinek, akkor pajzsmirigy hormon pótlásával ez 100%-osan helyrehozható. Ha pajzsmirigy túlműködése van, akkor a pajzsmirigy hormon szintézis leállítható szintén gyógyszerekkel. Pajzsmirigy ráknak a gyógyítása az mindig sebészi megoldást jelent, és a sebészi megoldást követően esetleg radioaktív jód adására lehet szükség. De a pajzsmirigy ráknak is a prognózisa kiváló, hogyha idejében kezelik. Ennyi volt már a rendelő, kedves nézőink, jövő csütörtökön újra találkozunk, addig is vigyázzon a pajzsmirigyükre, legyen egészséges hetük, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.